Tavaly július 10-én megjelent egy kormányhatározat a közlönyben, ami szűk szavon arról szólt, hogy Bicsért kővágótöltős kővágószőrös területén beruházási célterületet jelöltek ki. A határozatot megelőzően gyakorlatilag sem a tulajdonosokkal, sem az önkormányzatokkal senkivel nem egyeztettek. A gazdák reggel arra ébredtek néhányan, hogy a tegnap még mezőgazdasági területük már állt egy minősítő beruházási célterületén, anélkül, hogy bárki erről tájékoztatta volna őket. Amikor először meghallottam, hogy ide is, Pécs közelébe is jöhet egy akkumulátorgyár, akkor természetesen megijedtem. Én is három gyermekes édesanyja vagyok, szeretem Pécset, környékét, és amilyen rossz információk jönnek a különböző többi településekről, ahol már akkumulátorgyárak felépültek, azt gondoltam, hogy, és azt gondoltuk, az egyesületünkkel és az ismerőseim körében is, hogy ezt nem szeretnénk ide a környezetünkbe, a közvetlen közelünkbe. Hát részben családon belül tudtam meg az információt, másrészt a Facebookon keresztül, és hát az első gondolatom az volt, hogy mindenképpen el kell jönni, mert nagyon fontosnak tartom, hogy a vizeink tisztán megmaradjanak, ivóvizeink, így is elég sok probléma van már, úgy tudom, az ivóvízzel, és nagyon fontos az, hogy a termőterületek is megmaradjanak, és saját magunk termeljük meg az élelmiszereinket. A barnával jelölt terület, ami a javarészét teszik ennek a beruházási célterületnek, ezek jó minőségi mezőgazdasági területek, és megjelöltem itt a kékkel látszik a sérülékeny vízbázisoknak a védőterülete, hát pont emellé kerülne ez a leendő beruházás. Leginkább ugye az ivóvízbázisunkat, azt féltem, eleve eléggé korlátozott, akkor is, hogyha azzal nyugtatnának minket, hogy csak szürke vizet használnának, én már ezt se tudom elfogadhatónak tartani. A Pécsnek az ivóvíz ellátását sem képes már ellátni a két vízbázisunk, a Tortyogói, illetve a Perédi. Már jelenleg is nagyjából a víz ellátás 20%-a már a Mohácsi parti szűrési kutakból kerül ellátásra, tehát ha ide egy nagy üzemet létesítenek, annak a víz igényét csak új beruházásokkal lehetne biztosítani. Én arra kíváncsi lennék, hogy például holnap most Bicsért, kővágószőrös, kővágótöltős polgármesterek, képviselőtestülete, én azt gondolom, hogy nekik kötelességük lenne az őket megválasztók érdekében egy-egy ilyen fórumon részt venni. Én ezt már múltkor is elmondtam, hogy ez vérlázítóan és arcborítóan pofátlan viselkedés. Hogy akkor mi van, amikor például Bicsért önkormányzata hallgat, amikor kővágószőlős önkormányzata hallgat, mert vagy azért, mert sokat tud, vagy azért, mert be van avatva és be van vonvalva a bűköve, és mondjuk ki, hogy anyagilag érdekeltél lett téve, akkor milyen mozgástere van a sajnos egy civil szervezetnek között? Annyit civilkedtünk, kiabáltunk, veszekedtünk, miketértsiek és gödiek és mit tudom én, hogy azért picit félnek. Az akár te is szövetség, az a mi kezdeményezésünk alakult, és 13 szervezet már tagja. Érintett településekről hívtunk meg olyan embereket, kvázi szakértőket, tehát akik már tényleg nagyon informáltak az akkumulátorgyártás területén, civilekként, akik tudnak nekünk mesélni, tapasztalatokat megosztani, tanácsokat adni, hogy mi hogyan cselekedjünk, hogyha az ő helyzetükbe kerülünk. Minden egyes ilyen megmozduláson részt veszek, és amikor kell, akkor megpróbálok ott lenni mindenhol. Leginkább a környezetünket féltem, és nagyon fontos lenne, hogy a gyerekeinknek, unokáinknak megmaradjon, legyen jövőjük.